Sziasztok! Most egy Galaxy S4-est fogunk kibontani. Mától kapható a boltokban. Igazság szerint a megszokott Samsung Galaxy S széria csomagolását kapta meg. Sokban nem változott. A jelzés száma, itt ha látszik, GTI 9505-ös lett ennek már. Ez egy 16 GB-os fekete változat. Igazából mindent tud, amit az elődje, sőt egy kicsivel megturbozták, ugyanis ez már 8 processzormagot tartalmaz, 2x4-et, tehát egyszerre a 8 mag sosem dolgozik benne. Itt a hátulján a feliraton talán látható, hogy 1,9 GHz-es quad-core processzor található benne. Hát ez 4 magban is elég erősnek tűnik. Tudja már az LTE funkciót, hát ugye miért ne, S3-osnak is volt LTE változata. Itt látható, ez egy Black Mist színű készülék. És hát akkor nézzük meg, mit tartalmaz a doboz. Felpattintjuk. Ugyanaz, mint amit eddig már megszokhattunk az elődjeitől. Ugyanegy hasonló fólia, mint eddig, csak már Galaxy S4 feliratozással. Első tapintásra készülék könnyebb, mint az elődje. És ugyanúgy megkapta ezt a kijelzővédő fóliát, amitől igazából előrébb nem kerültünk. Mert ha jól látom, így van, ezen még fekete is, az elődjén ráadásul egy átlátszó fólia volt. Tehát ezt mindenféleképpen el kell távolítanunk a készülék használatához. Itt is tartalmaz pár információt, androidos, Full HD, Super AMOLED kijelző. A kijelzőjéről, amit tudni kell, hogy Full HD kijelzője van már, ez egy 5-szolos 1080-as felbontást tud produkálni. Na, mit található még a dobozban nagyon szép készüléken kívül? Hát egy szokásos matrica róla, az IMEI számmal, kezelési útmutató, még egy kis tájékoztató. Jó. Hú, fehér alkatrészek egy fekete telefonhoz. Hát ez, nem tudom, hogy ezt mire véljem. Egy szokásos fehér Samsung töltő, füleshez a gumik. A füles, az is nagyon szépen becsomagolva. Az adatkábel, ugye, ami a töltővel együtt funkcionál töltőként, mert a töltőnek ismételten nincs kábele, és ha jól megnézem, akkor talán már üres a doboz. Most még már az akkumulátor az ugye külön volt, de már beletettük a készülékbe, hogy ne kelljen itt vele szórakozni. Meglehetősen gyorsnak tűnik egyébként az S4-es is. Igen, ez egy gyönyörű szép T-mobilos változat. És hát úgy néz ki, hogy ez végül is el is indult. Nem olyan lassú kis készülék. Nem tudom, látszik ki a fényben, hogy ilyen karbon mintázathoz hasonló a hátlapja. Bár mégsem az, de így első ránézésre azért jó. Hopp, és már pittyeg jobbra-balra. Nagyon szép. Kérdés az, hogy talán megéri-e a pénzét. Ez majd hamarosan kiderül a tesztekben, hogy mit tud mégis. Ezt tartalmazza a Galaxy S4-es csomagolása. További jó szép napot mindenkinek!